Tisztelt közönség, kedves meghívott vendégeink és kedves fellépők! Köszöntöm Önöket az első járási gasztropiknik elnevezési rendezvényen. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben a települések polgármestereit és képviselőit. Az imént a Városi Fúvózenekar térzenéjét hallották Aranyi Imre karnagy vezényletével. Most engedjék meg, hogy átadjam a szót dr. Hosszú József úrnak, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjének, nyissa meg a mai programot. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az első járási gasztropikniken. Voltak aggályaink az időjárással kapcsolatban az elmúlt hetekben, amikor ezt a rendezvényt megötlöttük és megterveztük, de hál' Istennek a Jóisten meghallgatta imáinkat, és a mai napra gyönyörű, ragyogó, merőfényes időt adott ránk. A rendezvény célját én úgy tudom megmondani, hogy volt szerencsém tavaly ősszel egy másik járásban, az Áhonyi járásban részt venni egy rendezvényen, ahol az ottani járás települései egy hasonló rendezvényt csináltak, mint amit mi csinálunk itt most, csak annyi különbséggel, hogy ott ez a zenés része elmaradt, és felötlött bennem a gondolat, hogy szükség lenne egy ilyen rétegben a Tiszavasvári járásban is, hisz minden falunak, minden városnak van saját falunapja, városnapja, de ilyen rendezvény, mint ez a mai, ahol a települések együtt egymásnak bemutatják magukat, ilyen még nem volt, úgy tudom, információim szerint, és úgy gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Az időpontot kérdezték, hogy miért most. Hát én úgy gondolom, hogy a későbbi időszakban, az év további részében már nagyon nehéz lett volna összeegyeztetni az időpontokat, hogy ne legyen ütközés senkivel, ne legyen sértődés, ne legyen egymásra mutogatás. Ez a mai nap egy olyan, ami mindenkinek megfelelt, hál' Istennek eljött mindenki. Mindenki nagy szeretettel köszöntök még egyszer, és kívánom azt mindenkinek, hogy érezze jól magát. A nap folyamán a települések egymás után bemutatják a saját jellegzetességeiket, úgy a színpadon, mint az utcán, a sétáló utcában, ahol gasztronómiai fesztivál van, hátul pedig lehetőség lesz majd vásárlásra, és egy vidámpark is épül a gyerekeknek, hogy jól érezzék magukat. Jobb oldalon pedig majd a Révész Transznak lesz egy bemutató kamionja, és a gyerekek tudnak majd különböző eszközöket megtekinteni, úgy mint a kombány, tűzoltóautók, mentőautók. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és köszöntöm Önöket még egyszer!